7 óra 24 van és 10 autót már megraktam. Ez a szerencsétlen, mert nem tud ide bejönni. Ez a szerencsétlen, mert nem tud ide bejönni. Hát nem hiszem el. 10 autó bejönnek gond nélkül, tegnap meg mit tudom, 50, és ez még nem tud ide bejönni. Anyám. Azt mert a nap lemegy háromszor, mire ez beáll. Komolyan mondom, a nap lemegy háromszor, mire ez beáll. Oldalfalnak oda baszott valami gépes, mert nagyon megvan, hogy van jobb oldal oldalfal. Szét is van repedve, valami oda baszott neki valamelyik gépes. Szépen meglettek a teherautók, tényleg még utóbb meg lesz már a 100, mert valami iszonyatos forron van. Most megraktam vagy 6-ot és meg itt áll az udvarban vagy 5. Na jó, 4. 5-ig most megy el. Iszonyatos felszállításom már ma. A fúrósok már nem dolgoznak, megint. Nincs nekik beton. Beindultunk most rendesen. Szerencsére a kánikul elmúlt. Van egy a 20 fortnál nincs több. Légkondit használni nem kell. Hát fűteni még éppen nem kell.
Hát... Na, mi lesz veletek? Hát mi lesz veletek? Ebben három még üresen, de most hirtelen megraktam, vagy 7-8-at, ami már elment. Úgyhogy itt ezt a sarkot innét még kiveszem, ezt, ahol állok, így, utána onnét kezdem el majd. Ha megjött a beton a műszereseknek, a sarkot kitakarítottam, ott és ennél megindulunk arra hátrafelé. Itt is van, vagy 1000 köbméter föld, amin állok. És megindulunk abban, mert hát ugye van, amit innét fogunk szedni el. Tehát kemény, nem van benne bőven. Gyere, barátom! Gyere, 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 gyere! Hát gyere még! Ez a harmadik kanál. Ez a harmadik kanál. Leszarás. Beszarás. Na, még egy kis finomat rakok rá. Hogy miért sem mondják azt, hogy bérkocsival megy el. Egy kis hát a finomabbikból. Ha elmegy, akkor elmegy. Három és fél kanál. És tele van az autó. Azt a kurva élet. Azt a kurva élet. Na most tartunk ott, hogy nem győzöm rakni az autókat.
Sokkal több jön ide, mint amennyit meg tudok rakni. De ilyen sem volt még. Pedig hát ezzel a gépen azért van teljesítménye. Csak hát olyan sok autó van, körülbelül 20 autó van ide irányítva, amely csak innét hordja. Eddig talán 10 volt a legtöbb. Körülbelül 20 autó van ide irányítva, és nagyon messzire se viszi. Úgyhogy mindig áll az udvarba 3-4 üres autó, mert egyszerűen kértelen vagyok megrakni annyit, amennyi visszajön. Pedig hát egyszerűen lehet már inteni rendesen. Azt hiszem, 37 éves munkás mozgalmi múltamnak az egy nap alatt megmozdatott legnagyobb tömegű földjét ma fogom előállítani. Ez ma meg lesz a megmozdatott földben, a 2000 köbméter az meg lesz ma. Legalább 100 autó el fog menni, amit megrakok, plusz amit ide termeltem még. Plusz amit még ide termeltem magam mögé. Úgyhogy itt meg lesz most ma meg lesz a 2000 km föld, ami valami elképesztő mennyiség. Hát innét indultam reggel valahonnét, itt középről, egészen hátra, ott eljöttem ide, és hát ez az egész itt meg lett mozdatva, itt mind amit előttem van. Onnét a fehér hálótól idáig, úgyhogy ez valami iszonyatos tömegű föld mennyiség. Persze hát az ember sok földet felragott már életébe, de ilyen teljesítményű géppel egy nap alatt ennyit még nem raktam. Ez tényleg olyan mennyiség, ami csak ebben a géppel, csak egy ilyen méretű géppel lehet, vagy ennyi autó, hogyha jön nyilván, ide van szervezve alám, ennyi autó, akkor lehet csak. Autópályán, építkezéseken ez simán megvan egy nap alatt egy gépnek egy ilyen tömegű földmozdatás, de hát én autópályán nem dolgoztam, én az építőiparban dolgoztam mindig, én építésben autópályán nem dolgoztam, nyilván. Az Alexnek a gépe itt van már délóta, anélkül, hogy dolgozna, és az arról is hiányzik. Most vagy lerobbant a gép és hazament, vagy csak hazament úgy, csak úgy simán. Meg itt áll a gép porra beletve, ajtaja nyitva, foglalva van is, hogy mi van vele. Délóta itt van. Én meg már 4 órán túl vagyunk, és már jóval a 100. fölött rakom a teherautókat. Valami iszonyat mennyiségű föld elment, azt hiszem ez rekord mind a pályafutásomat tekintve. Szóval ez a föld, ami innét elment most, így, ez valami elképesztő mennyiség. Ráadásul mindez teherautóra rakva. Brutális mennyiségű föld elment. Szerintem
ma jóval többet mozdottam meg, mint 2000 köbméter. Szövetmesek már befejezték a munkát, most durrant bele nekik a hordóba a szivacsgolyó. Ez meg már, hát nem is tudom, iszonyat mennyiséggel ment már. Jóval a századi teherautó fölött vagyok. Brutál mennyiség. Még annyira megjavult az idő, már be kellett a légkondit is kapcsolni. Hát, nagyon meleg nincsen, de olyan 22-23 fok szerintem van. Legfeljebb 25. Viszont a hidrolika itt mellettem nyomja úgy a meleget, mint állat. Mellettem megy a nagygépnek a két csővezetéke. Az üvegtől 10 centire van, de az üveg olyan forró, hogy nem lehet hozzáérni. Pedig 10 centire van a cső a üvegtől. De annyira felforrósította már. Egész nap megállás nélkül dolgozom. Reggel 3-6 óta megállás nélkül. Lemegyek már ma. Reggel kell lemászni, tankolni. Aztán azt mondom, hogy finito. Mára. Állok még irányba. Kívánok! Kicsit alapjától járhatjuk a gépet, mert ugye turbos motort leállítani nem egészséges fordulatról. Ugye? Mint tudjuk. Úgyhogy ennyi.